Sziasztok! Hát próbálunk ilyen ultralightos pergetést. Itt láttam több balinrablást. Hát ha valamit sikerül ki imádkozni a vízből. Hát nagyon jó idő van, igazi horgászidő. Szerencsére nincs ez a hülye nagy meleg, ami volt. Bár ez csak időleges, mert jövő hétre már megint mondja a 40 fokot. De most nagyon jó. Bánom egy kicsit, hogy nem mentünk ki a folyóra. Próbálom itt a part alatt dobálni. A balinok zavarják ki a kis halakat. Ha úgy sikerül kidobnom a partra, behúzom, úgy nagyobb az esély rá, hogy fogok valamit. Hát gyönyörű szép a holtág. Kapás az nem nagyon van, legalábbis pergetve, úszóval fogtunk. Keszeget is, pontyot is. Meg törpét is. Már most olyan 7 óra fele jár az idő. Még gyorsan csinálok egy videót, annyira jók a fényviszonyok. Közben pergetünk, hát ha valamit ad nekünk a víz. Még egy koppintás se volt, sajnos. Ami késik, az nem múlik. Hát nem nagyon kapnak a halak, sajnos. Egy-két balinrablás van. Pedig már most kezd lassan alkonyodni. Ilyenkor azért a süllőknek kéne egy kicsit rabolni. Vagy a csukának. Hát sajnos semmi. Inkább ilyen csukás csalit raktam föl. Ilyen 4-5 centis kis piros narancssárgás twistert. Semmi nem jött rá, most megpróbáljuk ezt a sárga nevizgumit. Hát, ha valamit ad. Jó, akkor meg itt lesi a csónak végén a halakat. Nézzük, hogy nem fogunk halat. Raktam rá majdnem egy méteres ilyen fluorkarbont, 22-est. Hát bízok benne, hogy a balinokat talán jobban át tudom vele verni. Az előbb belefutottunk egy akkora ponyba a part mellett, hogy csak lestünk. Majdnem egy méteres volt. Ő is meglepődött, meg mi is. Előbb volt egy rablás ott a nád előtt egy fél méterre.
próbálgassuk hátra. Ez most a túloldalt inkább. Nagyon szépek a fényviszonyok, de már nem sokáig, még egy, talán egy 10 percig tudok videózni, aztán már nem lesznek színek, úgyhogy ha nem fogunk halat, akkor egy hal nélkül videót rakok föl. Kell olyat is, igaz, Bogyó? Hal nélküli kutyás videót. Meggyújtottunk két füstölőt is, ennek ellenére a szúnyogok azok továbbra is fittyet hánynak a füstölőknek. Hát igen, mikor több az eső, sok a szúnyog, ha kevés az eső, akkor megbújjon a víz. Tehát mindenféleképpen valami van. Csodálkozok rajta, hogy ennyi eső út, az mégis megy lefelé. Itt én nem láttam, hogy hol hívnak a küszök. Tavaly itt hívtak a csónak előtt, meg a bokor előtt. Idén nem láttam. Pedig jó lett volna megpergetni kicsit. Próbálom lassabban húzni fenéken, hát ha szerencsém lesz, azt elkapja egy süllő. Holnapi ebéd az nagyon jó lenne, süllő lenne. Már keszeget, pontyot, mindent ettünk, de süllőt azt még nem. Próbálom egész ki a part mellé dobni. Általában ott szokott lenni kapás, mikor behúzom a medertörésre, akkor szokott rárabolni valami. De hát most sajnos semmi. Ezt a kis öblöt szeretem. Most kidobtam a partra. Várok egy picit. Ilyenkor szokták elkapni a halak, mikor behúzom a partról. Talán azt hiszik, hogy béka vagy valami hasonló. De jó helyre ment. Hoppá, odavágott neki valami. Hát, ha folytassa, követi. Kicsit hamarabb jöttünk volna be csónakkal, akkor elmentem volna, ott följebb van egy tuskó. De olyan jó túszóztunk, volt is kapás rendesen.
gondoltam, hogy mondom, csinálok egy pergetős videót is. Unalmas mindig, hogy csak úszott. Hoppá, belakadt. Hát igen, itt a fűzfagaljak törnek lefelé, lehullanak a fenékre, olyankor sokszor belakad a villantó, de azért is szeretnek itt lenni a halak. Mindig van valami búvóhely nekik. Akkor a dúráskat látok a medel közepén. Nem tudom, hogy azok mit lehetnek. Csak azért, hogy apad a víz, jön föl a gáz, vagy nem tudom. Ilyen apró pesgő dúrások, tehát nem olyan, mint hogyha ki tudja. Hát ez a csali sárgya. Megpróbálok fölrakok egy búblert. Minden kötél szakad. Egy ilyen kis ezüst színű mityűrcsalit. Nagyon szépen úszik. Most ott egy macska, mindjárt lesz egy jó nagy ugatás, bogyók észreveszi. Már remeg a térde, úgyhogy bogyó izgul. Elraktam egy ilyen szalmó friszkit, egy ilyen papagáj színűt. Végül is elég zavaros a víz, meg már sötétedik is. Akár jó lehet, ki tudja, folyón általában bejön este. Egész a víz felszínen úszik, ez balinra, csukára is jó lehet. Itt a part előtt, meseké amúgy is a víz. Egy kicsit néha megcincálni. Hát, ha. Hoppá. Kísérte egy kis balin. Egy körülbelül akkora volt, mint a villantó majdnem. Szürkegém, ha meglátta volna, az ki is kapta volna a vízből pillanatok alatt. Szereti a balinokat. Ő se a snecire megy, hanem a termetesebbekre. De nem is gondoltam volna, hogy ilyen 40 dekásat le tud nyelni, úgy, mint a kormorán. Jó helyre ment. Megpróbálom itt a bokor előtt elhúzni, ott szokott rárabolni. Hát az a mai pergetés, ez nem egy dicsőséges horgászat lesz. De az idő jó. Szép a táj, nincs, hogy nem panaszkodok. Halat már fogtunk amúgy is. Ez már csak olyan próbálkozás, hát ha még jobb lesz. Hát ha fogunk süllőt, az nagyon jó lenne. Hát nem.
fölraktam ezt a Mikado gumit, de ez se hozta meg a szerencsénket. Úgyhogy talán is köszönök, mert már a fényviszonyok elég gyatrák. Kapás meg amúgy sincs. Tetszik, akkor iratkozzatok föl. Nem tettétek még meg eddig. Legközelebbi videót megpróbálok egy folyami videót fölrakni. Hát, ha több sikerünk lesz. Itt a hatalmas nagy dúrás itt mellettünk. Nem tudom mi az. Mindenfele durkálódik. Lehet, hogy teknős békák már úgy lassan haladnak össze-vissza. Pontyok lehetnek. Remélem, hogy pontyok. Úgyhogy el is köszönök. Sziasztok! Görbülyen!